vágy a paragamű, meggyújt egy fekete nő, de szemével vele szerettem, rögtön csak az a baj, hogy szívem hol van a kár, a pirítósom a baj. Az én babám egy fekete nő, a szemem fénylő fekete kő, fekete hajú, fekete bajú, jól tudom volna, akit megölelő. Fekete gyöngysor van a nyakán, fekete testén csak a banán. Piros, mint tűz a szája, s a császtont úgy viszálja, az én kis fekete babám. Remek színészek, jó rendezések, pergő, hangulatos előadások, népszerű slágerek, elégedett közönség. Eredmény 5 évad, 15 szőgyéni előadás, 20 választott budapesti és nyitrai előadás. Ez a Szőgyéni Téli Színházi Esték mérlege. A mögöttem lévő üres színsorok, remélem, hogy az elkövetkező 6. téli színházi esték alkalmával megtalálnak, hasonlóan, mint az előző évadokban. Az idén is megrendezzük Szőgyénben 3 szőgyéni előadással a téli színházi estéket, és egy választható előadással, amelyet Budapesten, vagy pedig Nyitrán tekinthet meg a színházkedvelő közönség. Január 19-én Sári Bíró, avagy a falusi élet bája, humoros társadalombírálat a komáromi Jókai Színház előadásában. Rómeó és Júlia minden idők legmegkapóbb szerelmi történetét dalban meséli el az érsekújvári rockszínpad március 23-án. Csak egy tánc volt, mit tőled kértem én, s azután ment minden könnyedén. Kósz a szél, a felhők lágy ölén, Szécsi Pál legszebb slágereit Korpás Éva és Zsabka Attila szólaltatja meg a Szőgyéni színpadon a kiváló zenészekből álló SP zenekarral március 2-án. Bemutatkozik még az És színpad, a Kolibri estéje és az Iringó Táncstúdió. 2006-ban fogalmazódott meg a gondolat, hogy fel kellene újítani a színházi életet Szőgyénbe, hiszen ennek hagyományai voltak, az itteni műkedvelő és színházkedvelő közönségre lehetett építeni. És jelszónak tekintettük, hogy egy kis szórakozás mindenkinek jár. Hagyja ki! Vásároljon színházbérletet, és kedvezményes áron biztosítjuk belépőjét a szőgyéni előadásokra, valamint optimális utazási költségek mellett elvisszük a budapesti belvárosi színházba, a Jadviga párnájára, és Nyitrára, Andrej Bagar színházba, a Furfangos özvegy vígjátékra. Pontos információért hívja a 036 75 66 009 és a 0905 342 101-es telefonszámokat. Vagy keresse fel a www.svogin.sk és a www.stv.sk internetes portálokat. Tudják, egy kis szórakozás mindenkinek jár. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácio cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Post-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.